Kelet-Makedón Zeneiskola és a Bihari Alapfokú Művészeti Iskola növendékeié volt a főszerep a május 10-én megtartott görög-magyar estén. A zsinagóga kultúrtérben megtartott hangversenyen elhangzott, a két intézmény kapcsolata 2018-ig nyúlik vissza. A polgármester úr kezdeményezte ezt a Körösi Erzsébettel, aki egyébként a görög-makedón Tasszaszi Zeneiskolának az igazgatója, és azóta tartjuk mi a kapcsolatot. Ugye a Fúvó Zenekarral voltunk ott rá egy évre, 2019-ben, és azóta most sikerült ezt a közös rendezvényt megszerveznünk itt Berettyóújfaluban. Felváltva fognak játszani a Bihari Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és a Görög Tasszaszi Zeneiskolának a növendékei, és aztán pedig lesznek közös produkciók is, sőt egy nagyobb zenekart is létrehoztak, ami a mi diákainkkal fog kiegészülni, úgyhogy azt gondolom, hogy elég változatos program lesz. Lesznek klasszikus művek, és könnyű zenei slágereket is fogunk hallani a végén. És azért is lesz a mai este különleges, hiszen van egy új hangverseny zongora bent az épületben, amit külön erre a projektre hozattunk át. Milyen szempontokból számít fontosnak a kapcsolat a két zeneiskola között? Egyrészt, hogy egymás kultúráját megismerjük, akár mi felnőttek is, de hadd élezzem ki inkább a diákokra, a gyerekekre. Azt gondolom, hogy ugye egyrészt görög részről eljöttek egy más kultúrájú országba, meglátták, hogy nálunk hogy működik a zeneoktatás, hogy működik egy koncert lebonyolítása, megszervezése, és hát ugye nem utolsó sorban azt hiszem nem árulok el nagy titkot, hogy mi is fogunk visszamenni, és ezen felül ugye a kapcsolatok építésén felül azt gondolom, hogy mégiscsak szakmailag nekünk ez egy hatalmas előrelépés. Gyerekek meglátják azt, hogy egy másik országban hogy működik maga a zeneoktatás, milyen rendszerben, egész más rendszerben van, milyen darabokat játszanak, tehát nem csak a mi szokásos darabjainkat fogják hallani, hanem ott is egész más dolgokat, és akkor ilyenkor ez úgy szokott működni, hogy kölcsönös kottacserék, esetleg repertoárcsere, és azt gondolom, hogy ez mindenképp fejleszti majd a mi gyerekeinket is, mint ugyanúgy a görög gyerekeket is. Én, mint Magyarországon, Berettyóújfaluban végeztem, mert több mint 30 éve kint élek Görögországban, és ott én vagyok a zeneiskola igazgatója. Úgyhogy onnan jött az ötlet, hogy milyen jó lenne ezt a két zeneiskolát összekapcsolni egy ilyen közös hangversennyel. Zeneiskolák Görögország északi részének kis szigeten található, egy olyan kb. 10 000 fős lakosságú szigetről van szó. Államilag elismert zeneiskola vagyunk, ami azt jelenti, hogy mi olyan diplomákat és bizonyítványokat adhatunk ki, amelyekkel már a gyerekek taníthatnak és dolgozhatnak. Mivel Görögországban nincs zeneakadémia, így a zenei oktatás a zeneiskolákban történik. Kétfajta oktatásunk van. Tehát a gyerekek választhatnak, hogy vagy klasszikus téren tanulnak tovább, vagy a modern angol módszer szerint, English Rock School, így nevezzük. Ott a gyerekek sokkal modernebb darabokat tanulhatnak, tehát popszámokat, rockszámokat, teljesen más módszere szerint haladunk.
A városi zeneiskolások közül néhányan Thassos szigetére utaznak május végén, ahol a görög közönség is meghallgathatja a Berettyóújfaluban már bemutatott hangversenyt.